Szevasztok, Rikári vlog, Rikári is bögréből, látjátok, hogy hogy nézek ki? Ugye ígértem nektek, vagyis hát igazából ti szavaztátok meg, hogy legyen bakter vlog, nevezetesen ugye amikor az M9-es évekről forgattam videót a retro sorozatban, akkor ugye feltettem a kérdést, hogy legyen-e bakter vlog éves sztorikról, és hát azt mondtátok, hogy legyen, úgyhogy kis fázis késéssel elkészítem ezt a bakter vlogot, és hát ha már bakter vlog, és ha már héves történetek, akkor ugye kávé vloggal csinálom meg. Rikár és bögréből egy ilyen jó kotyogósban főzött kávét fogok elfogyasztani. Ez valahol illik is a témához, mert hogy vannak ugye kávé sztorik is a történetben, ugye a vasútnál is, és ugyanígy a közlekedésben jellemző, ugye, hogy a végállomáson főzik a kávét, hát annak idején én is ittam a végállomáson főzött kávét, sőt én is főztem, úgyhogy egyrészt vannak ezzel kapcsolatos sztorik is, másrészt meg ugye ez a témához egy kicsit illik, hát akkor kortyoljunk is bele a kávéba, mert hogy fel kellene ébredni, ugye ez egy reggel felvett anyag. Amúgy készülök sörvlogokkal is, és írjátok meg, hogyha szeretnétek sörvlogot, van néhány téma, meg most kaptam, meg vettem, meg egyebek, bár azokat inkább kaptam, különböző kisüzemi, meg kézműves söröket, meg ugye itthon nem mindennapi számító söröket, például csuksört, az mondjuk nem kisüzemi, meg nem is kézműves, de ugye itthon nem annyira isszuk a csuksört, a csikit igen, de erről ismeritek a véleményemet, ami ugye ismert módon nem politikai vélemény, hanem egyszerűen, mint sörivó van róla véleményem, de nem így, ne is menjünk el ilyen messzire, írjátok meg, ha szeretnétek sörvlogokat, meg írjátok meg, hogyha szeretnétek még baktervlogot, mert ugye ebben a történetben is lehet bőven témákat találni, és akkor még egy kérés, meg ilyen hirdetés, meg ezért tudjátok, mint az Isten tiszteleten van a hirdetés. iratkozzatok fel, mert azt szeretném, hogyha év végére meglennénk 3000-en, és tavaszra pedig szeretném saját magamat lehagyni, ugye a másik csatornámat, a Rikári csatornát, a Rikári vlog csatornával szeretném lehagyni feliratkozó számban, úgyhogy mindenképpen iratkozzatok fel, hogyha tetszik a tartalom, amit itt láttok, és ha úgy gondoljátok, hogy akár támogatni szeretnétek a csatornát, akár bizonyos előnyöket élvezni, akkor csatorna tagság lehetősége adott. A PayPal Patreont nem is mondom, mert egyrészt Patreonom nincs, PayPalom meg van. Végülis az is egy ilyen támogatási lehetőség, de most nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy kortyolgatjuk a kávét, és hát valószínűleg sokat emlegettem már, és a törzsnézők tudják, hogy ugye volt jó néhány év az életemből, amit munkavállalóként a mai MÁFHÉV ZRT jogelődjénél, ami akkor a BKV ZRT volt, töltöttem el a 90-es évek második felében, meg még kicsit a 2000-es években is. Hát nem is tudom, hogy induljunk-e a KH-tól, vagy induljunk a kávésztoriktól, mert hogy ugye főzték és főztük a kávét a végállomásokon, és hát ezzel kapcsolatban is vannak sztorik. Hát vannak olyan sztorik, ami kicsit így a ex-kollégákon való cringelés, így a kávéval kapcsolatban is van ilyen sztori. Ugye név nélkül, ha elmondom, és már elég rég volt, ugye több mint 20 éve, valószínű, hogy nem sértek meg senkit, és nem hiszem, hogy magára ismerne bárki is a történetekből. Hát ugye több állomáson, végállomáson főztük a kávét, nyilván középállomásokon csak magunknak, végállomásokon meg ugye az utazó személyzetnek is,
és hát ezzel kapcsolatban ugye szerintem mindenütt a MÁV-nál is, meg gondolom a Volánnál is, meg a BKV-nál is, a különböző végállomásokról biztos vannak ilyen sztorik, hogy fosatós kávé. Hát két ilyen sztorit tudok mondani, az egyik az egyik kollega annak a hírében állt, hogy hát fosatós a kávéja, ennek ellenére mindenki tudta, és mégis volt, aki ívott nála kávét, de valószínűleg nála rosszabbul fogyott a történet. Na most aztán megtudtam, hogy miért volt a kávé fosatós, mert hogy ugye hát a hévnél is ugye alapból a 4-es túr volt az alap, tehát az azt jelenti, hogy ugye 12 órás szolgálatokba jártunk, nappalos éjszakás, és akkor az első nap nappalos voltál, a második nap kezdtél éjszakásba, a harmadik nap reggel végeztél, negyedik nap szabadnapos voltál, és ötödik nap mentél újra, tehát így 4 naponta ismétlődött ez a ciklus, és hát az azt jelenti, hogy ha egyik nap éjszakásból reggel hazamentél, akkor 2 nap múlva jöttél ugye dolgozni. Ez azért hát az utazóknál nem, de mondjuk ilyen állomási személyzetnél ez jellemző ma is a vasútnál, sok helyen, kivéve amikor túlóráznak, és akkor össze-vissza osztják be őket. Ugye nekem is volt ebben annak idején részem, évekig 4-es túr volt, aztán elkezdődött az össze-visszaság, ami nekem annyira nem tetszett. Na mindegy, most nem akarok ennyire félremenni így a témától, hanem a kávé a lényeg, hogy reggel végzett a kollega, és fogta, és a kávé, ami megmaradt, az beleöntötte a termoszba, eltette a szekrényébe, és 2 nap múlva, amikor jött nappalosba, akkor felmelegítette. Hát gondolhatjátok, ami 2 napot dunsztolódott ott, akár nyáron is a szekrényben kávé, hogy az milyen állapotban volt 2 nap múlva, és azt a kollégáknak nem azt mondom, hogy jó pénzért, mert ugye olcsón adták a kávét mindig is az ilyen helyeken. Az ilyen munkahelyi kávék ugye mindig olcsók voltak, hiszen hát a túl sok költség nem volt rajta, a kávét kellett megvenni, és pont. Nincs bérleti díj, rezsiköltség, stb. Tehát nem olyan, mint egy vállalkozás, mint egy kávézó, ahol nem érted, hogy miért kerül annyiba egy kávé. Hát azért, mert nem csak a szemes vagy a darált kávét veszed, fizeted ki, hanem az, hogy ott a személyzet, a rezsi, a bérleti díj, vagy akármilyen egyéb költségek. Na hát itt ez ugye nincs. Tehát olcsó a kávé, de hát akkor is azért pici haszon mindig is volt a kávé árusításon, ez soha nem volt egy egetverő összeg, már ugye volt, akinek ez is számított, úgyhogy igen, hát idézőjelben jó pénzért felkínálta a 2 napos kávét a kollega, és hát elég rossz híre volt a kávéjának. Aztán volt egy másik kollega, aki meg hát nem nagyon szerette megtömni a kávéfőzőt, és egyébként sokan így ezéből ilyen, nem tudom, hogy üzleti számításból, vagy csak, vagy otthon is ezt itták, hogy a legolcsóbb kávékat vették ehhez a történethez. Én azért, amikor én olyan helyre voltam beosztva, én azért egy fokkal jobb kávét vettem, tehát nem azt mondom, hogy valami extra dolgot, de mit tudom én, nem is tudom, akkoriban azt hiszem valami Jakobsz, vagy melyik volt a kedvencem, és ott azt ittam otthon is, és akkor ha mentem dolgozni olyan helyre, akkor én is olyan kávét vettem. Na mindegy, és nyilván abból is kijött, de sokan a legolcsóbb kávét főzték a kollégáknak. Jó, hát arra, hogy ébren tartson meg, hogy üssön, arra jó volt. Hát ez volt a BKV-s kávé. Van még kávésztori, úgyhogy nincs még vége, de először kortyolok. Ugye akkoriban még a Hév a BKV-hoz tartozott, és hát, mit akartam a kávéről elmondani? Valamit még akartam ezzel kapcsolatban, na mindegy. Ja igen, hogy a kollega nem nagyon szerette megtömni a kávéfőzőt, és igen híg kávék
születtek. Az a hírébe is járt, ezt nem tudom, ezen ugye nem kaptam rajta, de állítólag, hogy kétszer főzte le, tehát hogy az accot is lefőzte. Ez nem tudom, hogy igaz-e. Nem akarok senkit ezzel megvádolni, de mindig kérdeztük, hogy Jani bácsi, nem úgy hívták egyébként, tehát a név az más. Jani bácsi, a citrom van a kávéhoz? Mert hogy ugye olyan híg volt a kávé, mint a tea. Hát ezek a kávés sztoriknak egy része, de még mindig nincs vége, mert még mindig van kávés sztori. Most jut eszembe, majdnem elfelejtettem mondani. Ez egyik kaller srác bejött, és az Őrsvezér téli állomáson hévezgettem, és bejött az egyik kaller srác, letette azt hiszem 20 forint volt, vagy 25 a kávé, nem tudom, letette a 20 vagy 25 forintot, és mondta, hogy iszik egy kávét. Hát mondom, jó, persze, természetesen egészségedre váljék, ugye ez aznap körülbelül számtalanszor megismétlődött, úgyhogy nem volt ez egy olyan nagyon különleges aktus, de hát ugye azért ez nem olyan, tehát azért a hévnél viszonylag szűkek voltak a fordulóidők, tehát akkoriban talán 10 percet állt benne a hév, azt hiszem, nem emlékszem már, hogy milyen menetrend volt. Azt hiszem 10 percenként járt csúcsba a hév, és úgy jött ki, hogy minden menetrendben 10 percet állt, de ebben nem vagyok biztos. Na mindegy, és a 10 percen belül még kétszer-háromszor is szólt, hogy já, iszok még egy kávét, iszok még egy kávét. És nem értettem, hogy miért, de ő megívott vagy 4-5-6 kávét, nem tudom, abban a 10 percben. Hát jó, lehet, hogy meg se itta, mint majd a sztoriból ki fog derülni, de így csodálkoztam, hogy így percenként jön, hogy iszok még egy kávét, meg mit tudom. És hát mondom, jó van, ha te ennyire jó a szíved, hogy bírod a kávét ilyen kereskedelmi mennyiségben, hát mondom, így ad. És telik múlik az idő, jönnek, mennek a hévek, egyszer csak mondják nekem, hogy milyen rossz a kávém. Hát mondom, hogy milyen rossz a kávém, általában dicsérni szokták a kávémat, mert ugye általában jobb kávéból főztem, egy-két fokkal jobb kávéból főztem, mint a többiek, és dicsérni szokták, hogy hú, nálam jó a kávé, meg mit tudom én. És hát mondom, jó van, mondom, nem tudom, mi baj van. Minden esetre, amikor mentem új kávét fölrakni, és szétszedtem a kávéfőzőt, akkor ilyen nagyon ordinári szag megcsapott, ilyen, mint a, nem is tudom, mint a, ilyen nagyon furcsa, nem természetes, de élelmiszer szag, tehát mit tudom én, mint egy szeszfőzde, vagy már nem szeszfőzde, hanem ilyen szeszgyár, vagy mondjuk egy nyalókagyár, vagy ilyenek cukorkagyár, tehát hogy ilyen aromaszag, tudjátok, amik ezek a ilyen cukorkák, meg kommerszeszek, meg izéknek van ilyen szaga. Hát kiderült basszus, hogy a srác azért ivott meg annyi kávét, hogy föltehessen egy másikat, mert volt olyan, hogy néhányan így jó fejségből látták, hogy elfogyott a kávé, föltesz egyet, mert hát van ideje, és akkor megitt az utolsó kávét, és föltett. Hát mondjuk föltettük mi is, tehát ez csak lehet, hogy épp nem vettem észre, hogy kifogyott, mert mással voltam elfoglalva, ugye azért nem kávéfőző kisasszonynak voltam ott, hanem ugye volt rendes feladatom is, ugye, és nem biztos, hogy rögtön észrevettem, és akkor volt, aki jó fejségből tett föl kávét. Hát ez a srác is tett föl kávét jó fejségből, csak hát kiderült utólag, hogy mirindát öntött bele. Emlékeztek a mirindára? Ugye a Pepsi-s fantára? Basszus, mirindát főzött, és abból főzte le a kávét. És nekem nem esett le, meg nem jött. Ugye ott nagy volt a tér, elszálltak azok a szagok, meg ezért, csak hát aki itta a kávét, az érezte, hogy ennek valami kurva furcsa íze van. Ugye, alig bírtam, nem tudom hányszor kellett kimosni utána a kávéfőzőt, mert ugye ez az aroma, meg a főzésből ott beette magát ott azért a kávéfőző kicsit vízköves, meg mit tudom én, az ott beette magát
a sztoriba, úgyhogy mirindás kávét árusítottam az egyik alkalommal. Érdekes történetek ezek. Írjátok meg, hogy nektek tetszenek-e az ilyen kávés történetek, meg hogy nektek van-e ilyen kávés, munkahelyi kávés történet, biztos, hogy rohadt sok ilyen sztori van. Jó, nem olyan nagy sztorik ezek, de hát azért szerintem nagyon sok munkahelyen vannak ilyen munkahelyi kávés sztorik. Aztán, igen, mondjuk én nem sokat voltam ilyen kávés helyen, én inkább középállomáson voltam, de aztán néha beosztottak ilyen helyekre, és akkor kellett főzni a kávét. Ja, hát nagy élmény volt az a hévezés, nem volt olyan nagy élmény, mert elég szarul kerestünk, kellett menni másodállásba. Volt olyan, hogy 4 szerződésem volt a céggel. Úgy képzeljétek el, hogy azzal trükköztek, ez ugye a 90-es évek, egyébként a ordinári adórendszer 48% volt a felső adókulcs, azt hiszem. Úgyhogy abban én azt hiszem nem csúsztam bele, mert ahhoz már jobban kellett kicsit keresni, de szerintem volt, amikor belecsúsztam. Minden esetre volt olyan, hogy a másodállásból 52%-ot vontak le. Plusz még hát, amit fizetett utána ma a cég járulékot. Na mindegy, azt csinálták, hogy nem fizettek túlórát, mert ugye az pótlékok, meg mit tudom én, az úgy nagyon sokba került, hanem elmehettél vagy másik üzemegységhez, vagy másik munkakörbe besegítőként, órabérben, ugye plusz szolgálatokat csináltál, de nem a saját helyeden, tehát nem az volt, hogy ezért, tehát akkor mindenki így keresztbe dolgoztunk. Aki motorvezető volt, járt kalauznak, meg forgalmistának, ha meg volt a vizsgája. Nyilván a kalauzra jó volt a vizsgája, csak a díszszabást kellett letenni. A forgalmászok jártak kalauznak, meg bakternak, meg másik. Én is jártam, azt mondja, hogy voltam a Gödöllőim főállásban, voltam először a gödöllőink kallerkodtam, de ott elvették a besegítésemet. Aztán elmentem a Ráckeveire szintén forgalmászkodni. Még először Sziget-Szent Miklós gyártelepre. Na, az egy nagy sztori, már nem úgy, mert Rákos-Szent Mihályon laktam akkoriban, tehát azért elég messze volt nekem Sziget-Szent Miklós gyártelep, olyan körülbelül 2 órás út volt. És az első busszal indulva is így nagyjából elkéstem, vagy éppen, hogy odaértem váltásra. És azért volt érdekes, mert ugye akkor, ez még a rendszerváltás után volt, én 96-tól dolgoztam a hévnél, és ugye Sziget-Szent Miklós gyártelep régen a rendszerváltásig, meg még így a rendszerváltás utáni 1-2 évben, amíg nem omlott össze teljesen a csepeli autógyár, addig egy rohadt nagy forgalmú állomás volt. Hát ugye hév ugyanannyi ment, mint azelőtt, csak hát ugye volt teherforgalom az autógyár miatt. Ugye például az Icarusba vitték az alvázakat, meg mit tudom én miket, nagyon sok, nagyon nagy forgalom volt, és hát emiatt, meg ott volt a Tököli, ugye amiről csináltam videót, a Tököli reptér, ugye korábban szovjet laktanya, ugye ott is villamosított iparvágány, meg mit tudom én, tehát azért ott volt kiszolgálás. Hát az én időmben már természetesen nem. Egyébként azt elmondom, hogy amikor a tanfolyamra jártam 96 őszén, akkor még volt teherforgalom a Ráckevei héven, és emlékszem, hogy amikor ilyen gyakorlati oktatásra mentünk ki, nem csak a Ráckevein, a többin is, amikor ilyen gyakorlati oktatásra mentünk ki, azt hiszem Pesterzsébetre, meg Tökölre, meg nem tudom, akkor még fotóztam is, valahol vannak fotóim, 1-2, nem sok sajnos, ilyen héves tehervonatról a Tigris húzta akkor az EAS kocsikat, azt hiszem, Talán például ilyenek voltak, hogy Ráckevéről almát vittek, meg nem tudom milyen kiszolgálások voltak. Azt tudom, hogy a Gödöllőin a Nagyiccei tüzép volt az utolsó ilyen. A Szentendrein például a papírgyár, ugye annak iparvágánya volt, a Csepelin nem volt. Azon nem volt ott a szállítás, az csak az ilyen belső üzemi szállítás, hogyha
felújítás miatt sineket, vagy zúzott követ, vagy ilyesmit, vagy hát ugye amikor a járműveket húzogatták át a MÁV-on keresztül a híveket másik vonalra, mert mondjuk átcsoportosították, vagy éppen műhelybe ment főműhelybe, ugye Cinkotán volt a főműhely, nem tudom, biztos most is úgy van, de lehet, hogy rosszul tudom. És hát igen, akkor még volt árufuvarozás, mire én oda kerültem önállóan dolgozni, addigra megszűnt, tehát 96 végén azt hiszem akkor szűnt meg. Ugye még a villamosnál is volt, tehát ez a BKV-nak ez a teherágazat, ez egy külön fontos izéje volt. Még nem is tudom, például Kerepesen árupénztár helyiség ott volt, csak hát már ugye, amikor én ott voltam, akkor már nem volt benne senki, csak ilyen lomtár, vagy nem tudom. Na minden esetre gyártelepen az volt az érdekesség, hogy ott a nagy forgalom miatt ott elkezdték kiépíteni a dominó berendezés. Egyébként előtte meg a faújéhez volt, nem tudom, aki így ismeri a bizbereket, ugye a csocsógombos, tudjátok, amit így kihúzod és elfordítod a gombot, ilyen színes gombok voltak, a fekete volt a váltó, a zöld a vágányút lezárása, a vörös ugye a jelző, ami fogta a vágányutat is, illetve hát volt, valahol volt részvágányút is, ugye ahol több baktertorony volt, az volt a sárga gomb, és azt hiszem volt valamiért volt szürke gomb is, gyártelepen volt szürke gomb is, nem tudom, na mindegy, az már nem emlékszem, hogy mi volt. Na mindegy, majd ex-kollega beírja ide, hogy hívjáknak. Egyébként gyártelepen volt egy kávésztori még, ha már kávévlog és ha már kávésztorikat is mondtam. Ott meg megkínáltak a kollégák kávéval, és hátsó kis helyiségben volt a ilyen kis konyhaszerű, hát ilyen kis étkező, egy kis asztal, egy székkel, meg ilyen, mit tudom én, sótartó, meg ilyenek. És akkor lefőzte a kollega a kávé, azt mondja, ott van hátul a kávé, így áll egyet. Ó, mondom, köszönöm, ezért hátra megyek, és furcsa íze volt a kávénak. Hát kiderült, hogy, és megittam, kiderült, hogy amire azt hittem, hogy cukortartó só volt benne, és megittam a sós kávét. Érdekes volt, és akkor olyan furcsa íze van a kávénak, mondom, ezért. És azt mondja, hát mondom, nem tudom, miért, és akkor valahogy rájöttek, hogy ezért, vagy rájöttünk, hogy sót tettem bele cukor helyett, de megittam, nem lett tőle semmi bajom. Na minden esetre, visszatérve, ugye volt ez a FAUES berendezés, és úgy volt, hogy az egyik oldalon volt bakter, ugye a FAUES az hiába motoros váltók, de váltókezelős volt, tehát ott még egyedileg állították, egyenként ugye ilyen állítottuk át a váltót, illetve én nem, mert én gyakorlatilag csak a gyerekvasúton dolgoztam ilyennel, a vasútnál meg a hévnél sem, hiszen gyártelepen már nem működött ez a berendezés sajnos. Csak úgy volt, a rövid végén nem volt bakter, ott a forgalmista állította a váltókat, a hosszú végén meg volt egy bakter. Lehet, hogy a vágányút kijelölés, vagy valami ilyesmi ment a szürke gombbal, nem tudom, nem emlékszem már. Lehet, hogy az ment, és akkor kijelölted a vágányot, ott a bakter meg beállítgatta. De lehet, hogy rosszul emlékszem. Na mindegy, de hát, hogy ez milyen ezé, és hogy sok volt ugye a tolatás is, meg mit tudom én, elkezdték kiépíteni a dominó 70-et tolatóvágányúttal, a törpetolatás jelzőkkel, mit tudom én. És ehhez képest akkoriban, meg mai napig is egy olyan berendezés működött ott, de úgy, hogy a dominónak már álltak a jelzők, bent a jelfogó állványok álltak, a pult be volt dobva a jelfogóba, meg ilyenek, tehát hogy úgy nem volt kész, mert mit tudom én, nem volt bekábelezve rendesen, meg bekötögetve, de úgy olyan nagyon félbe maradt ezért volt, és egy csomó minden már kész volt, és soha nem üzemelték be, és ehhez képest meg a FAUES meg már olyan állapotban volt, meg ugye kellett hozzá két ember a kezeléséhez, ugye kellett hozzá pluszba egy váltókezelő, folyamatos munkarendbe,
mert különben hát ugye nem tudott menni a hév, mert nem volt, aki kezelje a jelzőt neki, meg lezárja a vágányutat. És hát azt csinálták, hogy megszüntették a biztosító berendezést, és akkor csak ilyen izé volt, hogy helyszíni állítású lett minden, ugye átfestették a súlykörtéket, meg tettek föl változzárakat, és akkor két-két jelző bejárat, kijárat, azt jó napot kívánok a két iránynak megfelelően, ugye ott két vágányú pálya van, az elágazások azok megszűntek, ugye az izét is megszűnt a reptér, de az mondjuk csak ipar volt, a Taksonyi is megszűnt addigra, ugye, mert hogy elágazó állomás volt, és bizony annyi volt, hogy egy-egy jelző, és csak egy nyomtunk rá gombot, megjött a jelző, akármi volt, megjött a jelző, egyedül a sorompóval volt függésben. Mert ugye van egy, mai napig van egy nagyon hírhet sorompó, ugye ott Szigethalom és Szigetszentmiklós határában, gyártelepnél. Úgyhogy ez volt, hogy volt két bizber is, de nem biztosított volt az állomás. Erre varjatok gombot. Mai napig is így van, csak azóta, még amikor én ott dolgoztam, rövid ideig voltam egyébként, mert tényleg nagyon messze volt, és nem nagyon érte meg oda járni ilyen szempontból. És amikor én ott dolgoztam, még állt a régi berendezés, azóta gondolom leszerelték. Hát nem voltam bent ott, meg már nem is ismerek ott senkit az ottaniak közül szerintem. Bár a fene tudja, lehet, hogy lenne még egy-két ismerős, nem tudom. Minden esetre a régit leszerelték, az újjal, ami nem készült el, nem tudom mi lett, úgyhogy érdekes történetek. Ezek lehet, hogy aztán elhordták alkatrésznek máshova, mert hogy azokat ugye föl lehetett használni, a jelfogó egységeket, meg a dominókockákat, meg mit tudom én. Úgyhogy érdekes volt ott dolgozni. De hát mondom, akkoriban már a forgalom az csak a hévezés volt. Akkoriban volt divat, hogy lopták a izét, a tápkábeleket, meg a azt hiszem nem a felső vezetéket, mert a munkavezetéket nehezebb átvágni, meg azért, azt hiszem a tápkábeleket lopták, és be is vezették egy időbe, hogy ilyen úgymond kémszemle menetként éjszaka is mentek üresen a hévek, hogy megzavarják a tolvajokat, mert olyan szinten ment a kábellopás, és egyszer pont én voltam éjszakás, és reggelre Gyártelep meg Haraszti között valami 7 oszlop köznyi izéről lopták le. Hát ugye azt nem értem, hogy tudták úgy megcsinálni, hogy mert ugye nyilván levágja a gépházat, mert rövidre kell zárni, hogy el tudja vágni, mert ugye áram alatt van 1000 volt, egyen áram, tehát ezért. És hogy tudták úgy megcsinálni, hogy ezt senki nem vette észre. Mert reggelre arra izéltünk, hogy nincs feszültség. És 7 oszlop közről húzták le, és úgy megsérült a dolog, hogy nem csak annyi volt, hogy a tápkábel hiányzott, hanem valami géppel húzhatták le a cuccot, és vagy nem tudom, hogy mi lehetett, de hogy még az egyik felső vezeték tartó oszlop is így megdőlt. Úgyhogy, és egyvágányozni kellett reggeli csúcsidőben, nagy élmény volt, és hajnalban még bakter se volt, hogy nekem kellett kimenni vasakat dobni, jó nagy élmény volt. Aztán ugye jött reggel, már volt váltókezelő, és akkor már segített dobálni a vasat, de ezért ott van, nem is tudom, hosszan, fél napig legalább ilyen egyvágányozás ment, mert mire azt úgy helyre tudták úgy állítani, hogy ott aztán tudjon a hév közlekedni. Érdekes dolgok voltak akkoriban. Ez nagy divat volt, ez a ilyen hát kábellopás. És mondom, feszültség alatti nagy feszültségű kábeleket is loptak. Úgyhogy durva történetek voltak ezek. Ja. Na és hát ugye besegítésre rá voltunk szorulva, oda jártam, de aztán később ugyanoda, csak a Vágóhídra, meg később Erzsébetre osztottak be, és akkor már oda kintre nem mentem,
meg is sértődött az akkori ottani szakaszfőnök, hogy én, mert ugye két szakaszra volt osztva, külső meg belső szakasz, és akkor, hogy én a belsőre mentem, mert hívtak oda, és nem lették jó néven ott kint, hogy hát én nem megyek oda, de hát mondtam nekik, hogy hát nekem olyan nagy távolság ez, hogy ha így van lehetőség, akkor inkább a belsőre megyek. Ja, úgyhogy az is érdekes volt. Ja, én meg a Vágóhídon meg régen volt egy ilyen torony, nem tudom, emlékeztek-e. Hát fényképeken láthattátok a fiatalabbak, az idősebbek emlékezhetnek rá. Volt egy ilyen újkorában ilyen nagyon zének számító torony, hogy egy ilyen vas lábon állt az egész, egy ilyen nagyon keskeny volt, egy ilyen széles, egy ilyen vaskeret, és egy ilyen széles volt a lépcsőn, föl lehetett menni. És akkor egy ilyen üvegkalitka volt, és kicsit ilyen, hát akkoriban, újkorában biztos nagyon modernnek számított az építészetileg, de amikor én benne dolgoztam, akkor az ilyen nagyon szakadt volt, nagyon nem tudom, hogy az építési anyagminőség, vagy karbantartás, vagy mi miatt, vagy speciális szerkezet, és ugye nem tudták karbantartani, nem tudom miért, de ilyen nagyon szedett-vedett volt, hogy berepett üveg, meg meg belepte így a kosz, mert hát ugye nem lehetett úgy ablakot pucolni, mert ez a, és az alpin technikát meg nem rendelték meg, ugye, meg hát közel volt a felső vezeték, meg mit tudom, de nem volt olyan egyszerű dolog, de nyilván meg lehetett volna szervezni. Tehát ilyen nagyon szedetvedettül nézett ki, de mondom, újkorában ez ilyen kicsit ilyen ufós, ilyen modernnek számíthatott. Na és abba dolgoztunk, egy ilyen kis vasgombos szabadkapcsolású bizber volt, hát nem volt nagy történet, három vágány volt az állomáson, azt hiszem öt váltó, ugye egy Hosentroger és egy kiágazás a harmadik vágánynak, vagyis hát pontosabban az elsőnek, mert azt hiszem a második, harmadik volt az egyenes, és akkor az első volt kitérő akkoriban, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos. És ugye az első vágányból még volt összeköttetés a villamossal, és onnan ágazott ki, ahol most a központi tartalék szokott a közvágón állni, onnan ágazott ki vágány, keresztül átment a Soroksári úton, és szemben, ahol most a Budapest Park van, ott volt a dízelműhely, meg ilyen kis, nem tudom mik voltak még, ott volt pár ilyen héves történet. Hát ugye nagyon régen a túloldalon volt a hévállomás is, és volt egy nagy sorompon ment át a hév emez oldalra, ahol most van. Na mindegy, ott volt is kiszolgálás amúgy, mert hogy ugye a dízeleket ott tárolták, a bobókkal dízeleztek akkoriban már, és ott tárolták a bobókat, és bár árufúvarozás nem volt, de ilyen minden héten, általában kedden volt a MÁV szállítás, ami azt jelentette, hogy a híveket húzkodták ide-oda egyik vonalról a másikra, mert vagy át kellett csoportosítani, vagy gyakoribb volt az, hogy általában műhelybe mentek, és akkoriban általában cinkotára. Úgyhogy amikor ott meg is szűnt, mert ott a hévállomást is átépítették, a tornyot le is bontották azóta, és ugye ott a mai Budapest Park helyén ugye elpucoltak mindent, azt hiszem a villamosnak is volt ott valami műhelye, mert ugye a híd alatt fordult a 23-as meg a 31-es, és onnan is kiágaztak váltók, és egy ilyen, mintha kocsi szín lenne, de az valamilyen műhely volt, nem tudom már milyen, lehet, hogy UV-kat ott javítottak, vagy nem tudom már mi volt. Tehát ott két műhely volt, így külső szemlélőként egy, de az egyikben villamosok voltak, a másikban hévek. Mindig el kellett pakoltatni a központi tartalékot a villamostól, le kellett telefonálni, hogy tegyétek el, mert jön ki a dízelgép. Akkor kijött, átjött ott az izén, és ment a dolgára. És még emlékszem, valahol meg is van róla a távirat, hogy amikor utoljára ment onnan a dízel, és az úgy volt, hogy hát reggel ilyen 7:30 felé indultak, ha jól emlékszem, és akkor megcsináltak a menetet, ugye akkor jöttek vissza, amikor visszaértek, hát nyilván attól függ, hogy hova kellett menni, meg mennyit,
És az utolsó talán 99-ben lehetett, de lehet, hogy 98. Nem tudom, valahol megvan, mert elraktam a táviratot róla, hogy ott le volt írva, hogy mi a menet, meg hogyan kell közlekedni, meg ilyen forgalmi dolgok, nem túl érdekes. Csak azért raktam el, mert utolsó, mert onnan reggel kiment, és délután már nem oda ment vissza, hanem Cinkotára, mert akkor utána Cinkotára kerültek a dízelek, mert hát ugye a legtöbb menet az ilyen műhelyi menet volt, és ugye Cinkotán volt a műhely, a nagyobb javításokat ott végezték a híveken, és akkor onnantól meg onnan indultak ezek a szállítások, most nem tudom, hogy van. Na mindegy, érdekes volt, és egyszer mentem szombat éjszakásba, emlékszem, és így megyek a torony felé, és látom, hogy mintha a blokka, ugye a vaspult, mintha ott lenne a torony alatt. Mondom, hogy valamit rosszul látok, mondom, ilyen itt nincs. És minden előzmény nélkül, hát már nyilván volt előzménye, csak mi nem tudtunk róla, minden előzmény nélkül mentem éjszakásba, és tényleg ott volt a pult, amin ugye a jelzőket meg a váltókat nyomtuk, a torony aljába ledobva. Mondom, mi van itt? Elromlott ennyire a berendezés? Vagy mi történik itt? És hát, ja nem, hát át lesz építve az állomás, és a pultot, a régi pultot megszüntetik. És akkor az volt, hogy a toronyból kellett lerohangálni, átállították helyszíni állításúra a váltókat, ugye gyalogbakteros, és a toronyból kellett lerohangálni, váltót állítani. Gondolhatjátok, mekkora élmény volt, az a több, mint egy emelet, mert azért magasabban volt az, és minden hévnél leszaladni, meg vissza kulcssal kinyitni a váltót, átdobni, lezárni, és fönt jelzőt izélni. Ugye olyan pultot éltek, ugye a régi pult megszűnt, meg ezért, és olyan pultot kaptunk, hogy egy ilyen műanyag elektromos kapcsoló doboz volt, és azon voltak ilyen vasgombok, és így benyomtam, elfordítottam, és akkor úgy maradt, akkor átállt zöldre. Ha kihúztam, akkor vörös. És hát nem zöld, mert azt hiszem sárga volt ott a szabad jelzés, ugye nem biztosított állomáson. Nem emlékszem már, hogy vannak ott a jelzések. Nem pont úgy, mint a vasútnál. A vasútnál a bejárat, a nem biztosított bejárat az sárga, és kijáraton meg nincs nem biztosítottan. Nem szokott lenni nem biztosított állomáson kijárati jelző. De ha igen, akkor lehet, hogy az zöld, nem tudom. Na mindegy, most nem akarom belekeverni magam. Már sokat felejtettem itt a régi történetekből. És ilyen tényleg annyi volt, hogy benyomtod a gombot, és ezért is, mint egy ilyen elektromos doboz, tehát ilyen nagyon egyszerű kis ezért volt. De hát egyébként arra ment ki a játék, hogy átépítették az állomást, ugye, hát nem nagyon a forgalom, nem nagyon igényelte a három vágányt, és akkor két vágány lett, az a mostani kialakítás akkor alakult ki. Szélesebb lett így a peron, mert azt hiszem a második vágányt szüntették meg, igen. Az első maradt, és a harmadik lett a második, és így akkor középen egy szélesebb peron lett. Utána a villamos átmenet is megszűnt, ugye ott volt egy aluljáró, nem tudom, emlékeztek-e. Nem volt zebra ott az Obinál, hanem az aluljáron lehetett átmenni. Hát nem volt egy nagy élmény az aluljáró. Ugye elég lepukkant helynek számított az a környék. Hát mondjuk most se a városépítészet ne továbbja, meg így az élhetőség ne továbbja, de akkor még durvább volt. És aztán az volt, hogy ott utána építettek egy dominó berendezést, egy dominó 55-öt, és idéglenesen, de jó sokáig ez a kulcsos ment. Hát ugye hétköznap napközben adtak baktert. De éjszakásban, meg hétvégén ott egész nap le kellett rohangálni. Fú, de utáltam. Pedig szerettem azon a vonalon dolgozni. Ott, nem tudom. Még ugye a kollégák jók voltak mind a két vonalon, mert a Gödöllőin is, meg a Ráckevein is. Meg aztán jártam egyébként Szentendrére is, de oda csak kallerkodni. Ott azért annyira nem ismertem a csapatot.
mert az nagyon ilyen alkalmi volt, és ugye ott külön voltam, csak ott a héven jöttem, mentem, aztán mentem haza. Jók voltak a kollégák amúgy. A hangulat az a Gödöllőin elég szar volt akkoriban. Ráckevén ott jó volt. Egyszer kölcsön is voltam adva 2 hónapra, de amúgy besegítőbe jártam csak. Na és igen, átépítették azt az állomást. Ja, ott volt egy olyan sztori, valami mávos csapat építette valamelyik közé, akkor már voltak ezek a KFT-k, meg mit tudom én, ilyen vasútépítő KFT-k. És akkor volt egy olyan, hogy ugye már akkor 2 vágányt használtunk csak, mert már így átépülőben volt az állomás. És egyszer volt egy olyan, emlékszem, ami délbe indult, de lehet, hogy óra 5, nem tudom, járat, hév, a 2014-es ráckevei vonat volt, akkor lehet, hogy 00:30, mert most úgy mennek, hogy 25-re érkezik a ráckevei, 35-re indul hétköznap. A hétvégén, azt hiszem, akkor is, csak hétköznap 20 percenként jár közben, meg csúcsban 1/4 óránként, hétvégén meg ugye 0:30 óránként. Ugye? Igen. Ja, na mindegy. Az a lényeg, hogy ott mondták, hogy hát fognak sint cserélni. Mondom, jó, van, mondtam, hogy meddig, mit tudom én, 13 vagy 14 óráig egy vágány kell csak. Szóljanak, hogy melyiken cserélik, és akkor a második vágányra mennek a hévek. És akkor ott el vagyunk, akkor még a toronyban voltunk, később ugye leköltöztették a forgalmit a felvételi épületbe, oda a lapos tetősbe, aminek a hátuljában a kocsma van. Érdekes, hogy abban a kocsmában nem nagyon voltam, pedig nagyon italoztam akkoriban, legalábbis sűrűn fogyasztottam alkoholt akkoriban, de soha nem voltam abban, talán egyszer vagy kétszer abban a kocsmában, így éppen hogy futólag, valamiért nem szoktunk oda járni. Na mindegy. És a lényeg az, hogy a toronyban voltunk még, és látom, hogy ott mókolnak a sinek között. Hát eljött az idő, a vaslédi bemondta ezért a vonatot, ugye volt ez az automata, ami a kiírókát, a táblát, hogy indul a hév, meg hova, meg hánykor, meg ugye a bemondókát is csinálta. És ugye mindig úgy csináltuk, hogy ugye ez mindig automatikusan mondta 2 perccel, meg 1 perccel előtte, és akkor figyeltünk, hogy na most akkor eljött az idő, nem kellett így lesni az órát, hogy hány óra van, hanem a vaslédi mondja a vaslédi, hogy akkor vonat indul Ráckevére az első vágányról. Jó, kinyomom a jelzőt, láttam, hogy ott mókolnak, de azt nem néztem, hogy mit csinálnak, és nem indul a hév, mondom, mi a fene van. Hát mondom, majd ők kiugranak, mert majd rájuk sípol. És egyszer csak rádiózik a srác, hogy hát nem tudok elindulni, mert nincs sín. És akkor nézek, oda mentem az ablakhoz, és tényleg valami rájuk szólt a főnökük, hogy hát ez miért nincs még kicserélve ez a szál. És akkor már cseréljük is, főnök. És ugye a végállomáson, ahol ugye nincs tovább vágány, és benne állt a hév, és nem volt annyi eszük a munkavezetőjüknek se, hogy azt mondják, hogy akkor kimegy a hév, és utána kicseréljük, mert ugye az lett volna a módja, hogy kimegy a hév, szólnak, akkor a következőt a másikra hozom, és valami, nem is tudom, valami 20 percet, vagy 1/2 órát késett a héve miatt, hogy felszedték előle a sínt, és ugye nem tudott elindulni, be lett zárva a hév oda a hezébe. Aztán nem tudom, olyan nagy botrány nem lett belőle, mi azért sokáig emlegettük, mint ahogy most is emlegetem, ugye ez már ilyen 20 évvel, kb. 25 éve volt, nem tudom. Egyébként ugye leköltözött oda a forgalmi, oda lentre. Hú, annak nem örültem, mert utána kellett jegyet árulni. Mert hogy hát, ha már ott vagytok, az utasok szájába áruljatok jegyet, azt utáltam. De mindegy. Ma meg már nincs is, mert távkezelt. Erzsébetről távkezelik. És akkor így megspórolnak egy forgalmistát. Ami a mai munkaerő hiányos rendszerben teljesen érthető. Ja, amúgy van olyan videó, amiben
amit még én akkoriban nem videóztam még, illetve nagyon ritkán egy-két VHS-nyi anyag van kölcsön kamerával, csináltam felvételeket, majd azokat elő akarom keresni és digitalizálni, és akkor majd kirakni, nem tudom, hogy az mikor lesz, de szerintem éves nem nagyon van. Viszont az Andris, Becski Andris sokat videózott akkoriban is már, neki volt kamerája, és van is fönn olyan videó, amikor én ott hévezek. Vagyok ilyen kicsit ilyen túlökörködős, ami ilyen cringe, de hát nézzétek meg, azt írjátok meg, hogy cringe-e, amikor trikáriot. Van valami olyan, amikor bemondókázom a hévet, meg egyszer ott tökörködtünk, azt hiszem kerepesen, hogy akkor másik vágányra hoztuk a hévet, és akkor dobáltam a helyszíni állítású vasat, meg ilyenek. Végül is ezért, ott játszottunk egy kicsit. Na. Ja, vannak ilyen sztorik. Hát érdekes ezért volt, aztán 2000-ben jöttem el, januárban, de úgy, hogy egyik pillanatról a másikra nagyon fölbasztam az agyamat, mert a béremelésnél amúgy is szarul kerestem, és jó, nem voltam egy nagy élmunkás, mert sokszor volt, hogy na, akkoriban még nagyon volt egy ilyen összeszokott italozós társaság, és ezért után meló után sokszor elmentünk hát ez ugye a gödöllői vonalon volt, az volt a törzshelyem, vagy a Sárga Csikóba, ami szembe volt már azt hiszem nincsen, ami szembe volt a hévállomással, és éjjel-nappali kocsma volt, vagy inkább, amit jobban szeretünk, mert a Csikóba azért elég kicsit igénytelen volt a közönségben nem mindenki, de ugye a hely is egy kicsit olyan lepukkantabb volt. A reptéri kocsma az jobb volt, Mátyásföld repülőtéren, a Corvin, ott az sincs már, ott is valami pékség van, meg nem tudom, mi van a helyén. A Corvint egyébként a régi időkben, a mi időnkben már nem, akkor már azért kulturált volt. Úgy hívták régen, hogy zöld takony, mert ugye ott volt nem messze a ruszki laktanya, és oda jártak a ruszki katonák, és hát ott különböző kulturális hátterű emberek, ugye hát Szovjetunió az nagy volt, és hát hogy állítólag így kirakták a taknyot, de akkor még azt hiszem, hogy fűrészporos volt a padló, és hát nyilván ezt az időnként összesöpörték, ezt leszorták megint, ugye, ez volt így a higiénia. Egyeket ilyenre jó a fűrészpor. Az ilyen komposzt vécékben is fűrészport használnak, mert nagy a felület, vagy ilyen forgácsot, nem tudom, és felszívja a szagokat, meg mit tudom én, a nedveket, és akkor abból jönnek a szagok, és ezeket így beszívja, és nyilván azt ki lehet cserélni, és akkor jó, állítólag olyan volt régen. A mi időnkben nem, ott volt egy ilyen talponálló rész, az volt a fő rész a sarkon, volt a főút felüli oldalon volt egy ilyen kis presszó rész, ott azt hiszem még cukrászsütemény is volt, az kicsit ilyen meghittebb volt, az ilyen csajokat lehetett oda vinni, meg ilyenek, az ilyen kulturáltabb volt, meg volt a hátsó, ami régen azt hiszem étterem is volt, de a mi időnkben már sajnos az nem működött, de nem is nagyon engedhettük volna meg magunkat aznak az éttermezést akkoriban, és ott meg ilyen műmárvány asztalok voltak, és ott a Misi bácsi volt a pincér, és ő hozta ki a söröket, és ott részegettünk le nagyon sokszor. Aztán, ha másnap nappalra kellett menni, akkor előfordult, hogy nem biztos, hogy a szokott hévvel tudtam érkezni, hanem volt, hogy egyel később, vagy valami, mert nem sikerült úgy a felkelés, és azt itt nagyon zokon vették, ami miatt nagyon sokszor kaptam ilyen, nem fegyelmit, mert fegyelmit sose kaptam, ilyen hát megvonták a prémiumot, és akkor ennyi meg papírokat, hogy valami, mert ekkora szolgáltátadást kellett írni a naplóba, és mindig valamit kifelejtettem belőle, valami hülyeséget, mert 80 dolgot bele kellett írni szövegesen fogalmazásba. És akkor persze ott írta az ember, közben jöttek, mentek a hévek, és akkor ezek voltak a nagy bűneim.
Jó, hát a késés az tényleg bűn, azt azért, azt a kollégákkal lerendeztük általában, nagyon sok sörrel meg mindennel tartoztam, illetve hát nem tartoztam, mert vittem egyből, ugye? Akkoriban ez így működött, meg hát ugye ezek az italozások ugye az alvás rovására mentek, mert hogy a szabadnapokon meg ugye mindig mentem valami másik vonalra besegíteni, és akkor csak így két szolgálat között tudtam egy kicsit mulatkázni. Hát tényleg nagy csapatok jöttek ott össze, meg nagy italozások voltak, meg nagy mulatkázások, úgyhogy, és ilyen sima hétköznapokon is. Hát aztán voltak, akik én megúsztam, de voltak, akiknek másnap reggel még mutatott a szonda, és ott azt nagyon szigorúan vették, úgyhogy voltak, akiket kirúgtak, meg PFT, pályafenntartáshoz áthelyezték pályamunkásnak, meg ilyen történetek voltak. Úgyhogy nyilván nekem is állt az ászló, mert biztos, hogy volt olyan, amikor reggel még mutatott volna a szonda, de én nem buktam le. De ez inkább a szerencsém múlott. Mint az ügyességen. Hát annyit csináltam, hogy én ott szálltam át Cinkotán, és ott volt a központ, meg a diszpécser, meg a főnök, meg minden, és hogyha másnapos voltam, akkor soha nem ott elől mentem el a hévhez, a peronon, hanem mindig hátul, és az utolsó pillanatban mentem csak ki a hévhez, hogy nehogy behívjanak megszondázni. És akkor ha már kijöttek, mire kijöttek volna, addigra már azért az előző esti az kiment, mert azért így gyógysörözni nem nagyon, nem olyan nem volt, hogy gyógysöröztem. Nem. Na, úgyhogy ilyen történetek voltak a hévnél, számtalan dolgot lehetne még mesélni. De most nem tudom, azt hiszem, hogy elég volt, mert már 50 perce pofázok. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a héves baktervlog. Van még valami, amit el akartam mesélni? Érdekes egyébként, hogy nézzétek meg, hogy a Gödöllőin voltam többet, de mégis a Ráckeveiről sokkal többet sztoriztam. Nem tudom. Hát voltak azért sztorik a Gödöllőin is, de most nem akarok ilyen izéket. Mert van olyan történet, amit nem tudok úgy elmesélni, hogy vagy úgy, hogy ne ismerjen rá magára az illető, vagy a kollégák, vagy úgy, hogy kultúrát formában, hogy ne tiltsa le a YouTube. Tehát voltak ott azért sztorik. A nótás kedvű bakterunk, akiről az a hír járta, hogy egyébként még amíg volt a tehercsapat, ővelük járt, és akkor állítólag, én nem tudom, hogy igaz-e, állítólag nagy piás volt, és mindig be volt rúgva, és nem tudták, hogy mitől. Aztán kiderült, hogy a tejbe injekciózta be a tejes zacskóba a vodkát. Nem tudom, hogy ez igaz volt-e, mert a mi időnkben azért már ez nem volt, nem járta, és ugye akkoriban sűrűn voltak szondáztatások, tehát nem hiszem, hogy akkor ezt így megmerték csinálni. Mindenki, aki bukott, az általában azon bukott, nem igazán ittunk szolgálatba. Nem mondom azt, hogy nem fordult elő, de inkább az volt a ritkaság és a kivétel, nem igazán ittunk szolgálatban, hanem ugye akik buktak, úgy buktak, hogy az előző estiből még maradt bennük, és hát a szonda még mutatta. Na, minden esetre igen, és amikor ott nótázott hangosan, akkor megkérdezték azért az utasok, hogy nincs-e berúgva, de a nótákat inkább nem idézném, mert ilyen obszcén és nem egészen polkorrekt kifejezések is voltak benne. Meg hát volt aki kikiabált, még akkor jártam kallerkodni, és ott sétáltam a torony alatt, ezt azért elmesélem, kikiabált azért, hogy na mi van, bázd meg, te vagy a Csuárdesz! Fú, mondom, basszus. Lekarmolom, mondom az arcomat, úgy égett a pofám közben, ugye ott jöttek, mentek az utasok, ugye nem tudom, aki ismeri a cinkotai hévállomást, ott ugye az állomás közepén van egy torony, és ugye ott van a forgalmista, meg a bakter, ilyen vonóvezetékes váltók vannak, és onnan állítgatják.
És ugye ott szokott lenni a váltás, mert ugye ott a kocsi szín, meg minden, meg ott van a diszpécser, meg a központ, meg a főnökség, meg minden, meg a tartózkodó, és akkor nem a Őrsvezértéren, meg Gödöllőn, meg ilyen, meg Csömörön váltanak, hanem ott, mert az a központi pontja, ugye ott ágazik el, onnan lehet mindenfelé menni, és ott szokott lenni a váltás, és akkor sétálgat, és lekiabál, mi van az meg, te vagy a Csuárdesz? Hú, mondom, ez igen. A kultúra kicsapta. És így, hogy Csuárdesz. Ja, hát igen, voltam Csuárdesz is, igen. Ja. Na, legyen ennyi elég a héves sztorikból, 55 perce pofázok. Meg kéne kezdenem a napot, még nem reggeliztem, de már ebédet kéne csinálni, úgyhogy köszönöm, hogy ezt megnéztétek, ígérem, hogy utolérem magam videózásban, most egy kicsit leült a dolog, ugye múltkor, amikor beteg voltam, aztán ezért egy kicsit így bele vagyok már fáradva az évbe, ugye nem nagyon voltam Szabin, az az egy nap Szabi, az is ilyen nagy utazással telt, úgyhogy majd most már igyekszem, hát még ha az elkövetkezendő hét nem is lesz egy olyan nagyon produktív, de most így hétvégén még próbálok egy-egy videót előre dolgozni, és akkor két ünnep között utol szeretném érni magam, mert tényleg azt szeretném, hogy a csatorna tagoknak legyen egy-két hétre előre anyag, és akkor a többieknek is nincs az, hogy mondjuk egy hétig nincs anyag, hanem azt szépen ütemezetten lehet kirakosgatni. De hát ezt mindig általában, amikor Szabin vagyok, hosszabb Szabin, akkor tudok előre dolgozni, aztán ez ugye lefogy ez a sor, és utána megint egy kicsit tudok. Úgyhogy most egyelőre ez lesz a metódus. Ja, és a hívekről annyit, hogy akkor M9A-kat most már hivatalos a történet. Azt hiszem az IHO is megírta, hogy M9A híveket, ugye amik a Csepelin járnak, a régi szerelvények, amik ilyen retro festésre vissza vannak fényezve, azokat érdemes fotózni, és még a héten, mert ugye már pénteken karácsony előtt iskolaszünet van, akkor már ritkább menetrend van, és akkor már megeshet, hogy nincs kiadva, ugye két nagy egységet adnak ki, most még, tehát az négy kicsi, de hát az ugye két nagy, ugye hétköznap, és aztán már az iskola szünetében már nem biztos, hogy szükség lesz rá, januárban meg már ki lesznek vonva, most hogy pontosan melyik dátumtól lesznek kivonva, azt nem tudom, de 8-ától van a menetrendi intézkedés, amikor visszajön ugye a rendes, normál alapmenetrend, azok még hétvégén is előfordulhatnak, én tegnap snittezgettem, csináltam pár felvételt a nagyitól hazafelé, mert két kis egység kint volt, ugye négy szerelvény megy hétvégén a 10 percesben, 40 perces fordulóidővel, és abból 2 pont M9A volt, de a múlt héten, amikor mentem, akkor meg mindegyik 10A volt, úgyhogy ez lutri, akit tényleg érdekel, meg szeretne vele utazni, meg fotózni, videózni, még most. Mert körülbelül egy hét van, amíg biztos megy, ugye egy szűk hét, a hétköznap, és akkor a hétvégén, meg az iskola szünetében már, hogy mennyire adják ki őket, azt nem tudom, hogy mikor, ugye majd hozni fognak oda át máshonnan szerelvényeket, és hogy szerintem, ha azok megérkeznek, lehet, hogy már ezeket leállítják, a fene tudja. Tehát így az utolsó napjaik vannak, hogy ez most végleges, ezt nem tudjuk, de mert elvileg csak fővizsga miatt, és hogy nem tudják most megcsinálni, mert alkatrész, meg ár, meg nem tudom mi, nem tudok konkrét információt, ilyen pletykák jutottak el. Aztán azt mondják, hogy annak idején, a 90-es évek elején az M8-asok is úgy tűntek el, hogy leállították őket, hogy majd viszik őket fővizsgára, és akkor újra járni fognak, de soha többet nem jártak újra, illetve hát az az egy kocsi, ami ugye nosztalgiának fel lett újítva, hát az közlekedik időnként, például Mikulás hévként, meg egy-egy rendezvényem. Na, hát én Rikári voltam a Bakter Vloggal. Most már megy a héves izéhez, a Bakter Vloghoz a mávos pulcsi, mert ugye most már máv hév van, igaz, hogy nem ilyen az egyenruha, de tök mindegy. Na, köszönöm, hogy megnéztétek, tartsatok velem legközelebb, és majdnem egy órás lett végül, így a kiköszönő 5 perces, 4 és fél perces kiköszönővel majdnem egy órás lett. Hát, ez van.
Van, aki szereti a hosszú vlogokat, aki nem, az vagy nem nézi meg, vagy beleteker, vagy mit tudom én. Bencének meg jó éjszakát kívánok. Már ez biztos nem hallja, mert ilyenkor már alszik. Na, sziasztok! Csüssz!